1981. február 15-e, 70. vasárnap. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnapra rendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk Máté evangélium a 13. részében, a 44. verstől a 46. versig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, amint megtalál, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ámen. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy Máté evangéliuma 13. része példázatokat tartalmaz. Mégpedig 7 példázatot Isten országáról. Ezt a különben is kiemelkedő tartalmú szakaszt rendszerint úgy szoktuk érteni, hogy az Isten országa erejének, hatalmának, üdvének a jelentőségéről beszél. Ahogyan Jézus Krisztusban elérkezett a földre Isten uralma, ahogyan hatalmat vesz szívek és lelkek fölött, abban mindig valami hatalmas esemény érkezéséről szerzünk tudomást. A magvetés példázatában nagyon világosan áll előttünk, hogy az ige hirdetésben Isten életet ajándékozó vetőmagjának a szórásában megérkezik mindenkihez, aki kitárja a szívét előtte, aki befogadja és igaz és jó szívvel megtartja, ahogyan a jó talajba hullott magnak a példájával tanulhatjuk. A mustármagnak, kovásznak a példázatával a kicsi kezdet sokra menő hódításáról hallunk, ahogyan az evangélium átjárja életeket, szíveket, átjárja népek, átjárja az embervilágnak a szívét, ezzel új uralom kezdetét veszi. Na és a kerítőháló példázatában az Isten szín elé állás, az ítélettel való számolás, mindennapos feladata áll előttünk. Mondom, Isten országa így erejében, hatalmában, üdvözítő csodájában érkezik el a földre. Nézhetjük azonban ezeket a példázatokat más oldalról is, és pedig azoknak az embereknek az oldaláról, akikhez elérkezik Isten országa, akiknek az életében megvalósul Jézus Krisztusnak az uralma, akik keresztjének lesznek a szó egyszerű, de valóságos értelmében. És felvethetjük azt a kérdést, hogy mit jelent keresztjének lenni ebben a világban. És azt akarjuk tanulni ezekből a példázatokból. És hogyha így közeledünk a példázatokhoz, akkor is nagyon fontos útmutatást és eligazítást kapunk belőle. Mit jelent keresztjének lenni? Legyen ez ma is a kérdésünk, amikor olvassuk ezeket a példázatokat. És akkor valóban értjük, hogy a magvető arról beszél, hogy az igének a befogadói, az igének a cselekvői, hittel és engedelmesen cselekvői, azok a keresztjének. Azoknak az életében terem sok gyümölcsöt, Isten igéjének a magvetése. A konkólya a teleszórt földnek a példázata éppen arra figyelmeztet, hogy kereszténynek lenni harcot jelent, küzdelmet. Ahogyan az oltári igében is Pál apostol harcra és küzdelemre hív föl. Mert hiszen ki van téve kétféle hatásnak az ember itt a földön. Nem csak a jó magot szórják a szántóföldbe, hanem a konkolyt is valami ellenséges kéz beleszórja. És a kettő együtt növekszik.
Ez azt jelenti, hogy kereszténynek lenni soha se valami megnyugtató békét jelent csupán, hanem küzdelmet. Állandó választástételt a jó és a rossz között. Döntést a hit dolgába. És készülést az utolsó napra, amikor majd mennyei szemek vizsgálják a szívünknek a tartalmát, és mennyei kezek billentik a mérlegnek a nyelvét. Vajon akkor hogyan állunk meg? A mustármagnak és a kovásznak a kicsin kezdetről szóló példázata a keresztény ember bátorságáról szól. Merni kell belemenni a kicsivel is a világnak a sodrába, az eseményeknek a tömkelegébe. Legyen elég csak az evangélium, legyen elég csak a hit ahhoz, hogy az életem egészében mindez érvényes legyen, érvényre jusson. És ha megtanuljuk ezt a bátorságot, építeni a hitre és élni Jézus Krisztus példája és tanítása szerint, akkor tapasztaljuk, hogy a kis kezdetből kijön a nagy beteljesedés, amint a kis mustármagból megnő a nagy fa, amelyik árnyat ad sokaknak, és helyett még az ég madarainak is. Na és, hogyha ezelőtt a példázat előtt, amit máma olvastat egyházunk, vetjük fel ezt a kérdést, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, akkor erre egyszerűen azt a választ tudjuk adni, kereszténynek lenni, kincset talált embernek lenni, azt jelenti. Hiszen itt éppen arról van szó, hogy valaki, egy munkás ember, aki a földön dolgozik, vagy egy kereskedő, aki a szakmabeli munkáját gyakorolja, páratlan kincsre talál. A földmunkása a szántóföldben elrejtett kincses ládára, a kereskedő pedig a sok limlom talmi érték között meglapuló igaz gyöngyre. És amikor fölismeri ennek a nagy érték voltát, felismeri, hogy ez milyen kincs a számára, akkor mind a kettőnél azt látjuk, hogy kész áldozni érte. Mindenét kész odaadni azért, hogy ezt a kincset megszerezze. A munkás a földet, amiben ott lapul a kincses láda, a kereskedő pedig az igaz gyöngyöt, amit nagyon régen élek óta talán, élete hosszú, elmúlt szakaszán már keresett. Az Isten országa így érkezik el hozzánk, és amikor valakinek a szemében, valakinek a szívében valósággá lesz, akkor valóban ilyen kincset talált ember lesz az illető. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki gondok, terhek alatt vergődik, nyugtalan a napja, és álmatlan az éjszakája. És akkor hitelre méltóan valaki bizonyságot tesz előtte Jézus Krisztusról, aki elhordozta a mi terhelünket, bűnterhünket is. És hitet tud támasztani ez a bizonyságtétel az ő szívébe. Akkor egyszerűen a sok nyugtalanság, vergődés és álmatlanság helyébe béke, öröm és nyugalom költözik. Nem-e nagy kincsnek ismeri föl azt a hírt, hogy Isten szeret, hogy Jézus Krisztus leveszi rólam életemnek a terheit, és hogy bátran számíthatok rá a legkülönfélébb dolgaimban. Kincset talált ember az, aki elkezd hinni Jézus Krisztusba, mint az ő segítőjébe, mint az ő támaszába, mint az ő üdvözítőjébe. És ezért a kincsér kész áldozatra is drágábbá lesz mindennél. Ez a fölismerés és ez a hit. Az egyháztörténelem tele van ilyen kincset talált embereknek a sorával.
Gondoljunk csak arra, Assisi Ferenc a középkornak nagyon jeles keresztjéne, Jézus Krisztusnak alázatos követője, gazdag kereskedő, kalandvágyó fiából lett Jézus Krisztus követé. Addig az volt a vágya, hogy meghódítsa a világot, hogy letarolja az életnek minden örömét, hogy gazdagságban és pénzben bővelkedjék. És amikor Jézus Krisztussal, a Földön egyszerű emberként járó Isten fiával találkozik, akkor nem számít többé neki a világnak a dicsősége, hírneve, nem kell neki az apai örökség, egyes-egyedül Jézust kívánja szolgálni. Amikor az apja ezért ki akarja tagadni, mert Jézus Krisztusnak engedelmes és hűséges követévé vált, akkor még az utolsó ruhadarabot is ledobja magáról az apja előtt, és azt mondja, hogy ez is maradjon neked, apám, ezt se akarom magammal vinni abban az új életbe, amelyben csak Jézus Krisztushoz kívánok tartozni. Így lett a mondom gazdag, kalandvágyó fiatalemberből Jézus Krisztus leghűségesebb, legalázatosabb és legáldozatosabb szolgálja. Majd gondoljunk arra, hogy Boldog Margit Árpádházi királyi családnak ez a ritka sarja királylányból lett apácává. Lehet, hogy úgy került oda a Nyulak-szigeti zárdába, hogy édesapja IV. Béla király a tatárok által elpusztított országért vezetlésül, engesztelésül helyezte legdrágább kincsét, hajadon leányát az egyháznak az oltárára. Azért küldte kolostorba a leányát, hogy legyen, aki imádkozik érte a királyi családért, legyen, aki imádkozik állandóan az elpusztított országért, a magyar népért. És Margit imádkozott álhatatosan, hűségesen, hordozta a szívén azokat, akiket szeretett, királyi szülőket, a királyi családot és a magyar népet is. Mikor aztán úgy fordult a politikai helyzet, a történelem kereke, hogy az ország kiheverte már a tatároknak a pusztítását, és a kapott súlyos sebek begyógyultak, akkor úgy látta a királyi szülő, hogy most többet jelentene az ő királyi tekintélyének, talán az ország politikai súlyának is, hogyha Margit leánya férjhöz menne. Jelentkeztek is rendre koronás kérők, akik szívesen ültették volna maguk mellé IV. Bélának a leányát. De Margit nem csak apáca lett, hanem Jézus Krisztusnak a szolgáló leánya. Nem is csak szolgáló leánya, hanem Jézus Krisztusnak a jegyese lett az Árdában. És benne olyan drága urat, olyan pótolhatatlan kincset ismert meg, amit nem volt hajlandó odaadni. Semmiért se. Rábeszélésre, fenyegetésre kitartott Jézus Krisztus mellett, és maradt a legszerényebb, legalázatosabb és legegyszerűbb apáca rövid életének a végéig. Kincset talált Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus ismeretében. Kincset talált a hitben, és ezért kész volt mindent odaadni. De nem csak az egyház történet beszél erről. A mai keresztjének élete is. Ma sincs másképpen, mint kereszténynek lenni, valójában kincset talált embernek lenni. Ezt jelenti, hogyha valaki ma hisz Jézus Krisztusban, mint az üdvözítőjében, ma tapasztalja meg a hitnek váratlan segítségnyújtását,
erre lét a mindennapi életben, akkor nyilván kíván ragaszkodni ehhez. És ma se könnyű ügy Jézus Krisztushoz ragaszkodni. Ma se könnyű feladat a hitnek az útmutatását követni. Ma is hamar támadnak akadályok. Kerül az ember alkuba, hogy megérje Jézushoz ragaszkodni, megérje a hit útját járni. És a mai keresztény is oda kerül az elé, a választás elé, hogy mit adok azért, hogy keresztény legyek. És a mai kereszténynek is ebben a döntő helyzetben hasonlók lesznek, hasonlókká kell, hogy legyenek a példázatbeli munkáshoz, vagy a példázatbeli kereskedőhöz, aki kész mindent odaadni azért a kincsért, amit Jézus Krisztusban fölismert, és Jézus Krisztusért kapott. A mai keresztényeknek az életét vizsgálva, keresztény fiataloknak a bizonyság tételét hallva, szinte az az érzése az embernek, hogy meg lehet rajzolni ma is a kincset talált emberek arcképcsarnokát a Jézus Krisztus népe között, a gyülekezetben, akik készek odaadni e világi boldogulást, anyagi előnyt, emberek tiszteletét vagy elismerését, az életnek a könnyebbségét azért, hogy Jézuséj maradhassanak, Jézus nyomába járjanak, és Jézus evangéliumáról bizonyságot tegyenek. És nem teszik ezt kényszerhelyzetben, nem teszik ezt nyomás alatt, hanem teszik a szívüknek az örömével. Mert akit őt megismertek, az nekik mindent megér. Többet, mint amit ez a világ kínálhat, és ez a világ adhat. És ezért boldogan mondanak le, sorolnak hátra olyan értékeket, vagy olyan eszményeket, amikért mások ész nélkül futnak, és amiért mások áldoznak. Keresztjének lenni, kincset talált embernek lenni, azt jelenti, arra tanít bennünket ez az ige. Vajon lehet-e azt mondani erről a mai igehallgató gyülekezetről, akik ma jöttünk össze, hogy hallgassuk Jézusnak ezt a két példázatát, hogy mi is ilyen kincset talált emberek vagyunk. Fölismertük Jézus Krisztusban az életünk legnagyobb javát, benne a legcsodálatosabb útmutatót és urat, a legbiztosabb segítőt és üdvözítőt, és ezért készek vagyunk lemondani, odaadni és áldozatot hozni. Vajon kincset talált emberek összejövetelei ez a mai istentiszteleti gyülekezet. Jézus szavai szerint ez lehet. És ez kell, hogy legyen. És hogyha Isten igéjét nem csak hallgatjuk, hanem hittel fogadjuk, boldogan a szívünkbe zárjuk, akkor biztosan azok is leszünk, mert az ige elvégzi bennünk a munkát, amely fölragyogtatja előttünk Jézus Krisztust, a hitnek a páratlan ajándékát. Fölragyogtatja előttünk azt az életcélt, amely mindennél többet jelent, és amiért mindent oda lehet adni. Legyünk mi is ennek a példázatnak ne csak hallgatói, hanem megtartói, szívünkbe zárói. Érezzük közelinek magunkhoz azt a kincset talált munkás embert, azt a drága gyöngyre lelt kereskedőt, és mondjuk mi is boldogan, hogy jól tették, nem is tehették másképpen, amikor ezért a megtalált kincsért mindent odaadtak. Amen. Imádkozzunk.
Jézusunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te szegények meggazdagítására, kereső célhoz segítésére, és fájó szívek gyógyítására jöttél erre a világra. És hogy te úgy érkezel most is hozzánk, a szívünk legóhajtottabb vágyait teljesíteni, legtisztább reménységeit beváltani, hiszen te ma is a szeretetnek, a megbocsátásnak, az üdvözítésnek drága munkáját végzed igéden keresztül, amit ma is olvashattunk. Add legyen a számunkra ennek az igének az üzenete is boldog hír, boldog fölfedezés, amely összekapcsol veled, és eltéphetetlen szálakkal köt hozzá a te népedhöz, az a Szent Egyházhoz. Kérünk, hogy ragyogtasd is ezt a te világosságodat ebben a mai világban is. Hadd vezessen sokakat jó útra. Hangoztasd az örömhírt, hadd örvendezzen és szabadítson sok szívet, és szent lelkeddel tedd sokak számára kincsé a régi evangéliumot, hogy friss hittel merjenek járni a hitnek az útján, és legyen első az életükben a te szabad megtartása, a te akaratod cselekvése, és a te nyomaid követése. Amen. 1981. február 22-e, 65. vasárnap. Istentől, a mi atyánktól, és a mi gurunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap evangéliumi szentigéjét, amint Lukács evangélium a 10. részében a 38. verstől a 42. versig van megírva. Amikor tovább haladtak, Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok felszolgálás. Ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődöl azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jobb részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha. Amen. Kedves testvérek! Teológus koromban borosházi tanyákon iskolában tartottam egyszer istentiszteletet, ahol már akkor neves költő Bakó József volt a tanyai tanító. Egyházunknak színes alakja volt ez a Bakó József, aki Schuster-legényből kezdett el írogatni, Schuster-legény korába kezdett el írogatni, azután magánúton tanulni kezdett, és egyházunk akkori vezetőpüspöke Kapi Béla fölkarolta, és biztosította a kitanulási lehetőségeit. Választhatott, hogy pap akar lenni, vagy tanító akar lenni, hát ő a tanítóságot választotta, és a soproni evangélikus tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. Sok felé tanítóskodott, mindig csak a periférián. Tabon volt például egy esztendeig katonának behívott tanítónak a helyettese, és azután az orosházi tanyákon 6-7 esztendeig, Békés Csabai tanyákon, és így tovább. Na, amikor ott ezt az istentiszteletet tartottam, utána a tanító rögtön kívánt velem beszélni arról, hogy hogy is áll a dolog ezzel a bibliai történettel. Mert azt mondja, hogy
Ő már többször hallott erről prédikációt, de különbözőképpen magyarázták az ige hirdetők. Volt, aki Mártát pártolta, volt, aki Máriát pártolta. Hogy is van hát a dolog? Melyik helyesen, melyik cselekedett helyesen? És ki képviselte azt az életeszményt, amit a mai Biblia olvasó embernek követnie kell? És hát elmondotta, hogy Márta mellett hogyan sorakoztattak föl olyan érveket, hogy a tevékeny keresztény élet az az igazi. És különösen is felhasználták a prédikátorok az alkalmat arra, hogy azokkal szemben, akik csak istentiszteletre futkosnak, bibliaórákra járnak, örökké a gyülekezetbe mennek, elhanyagolják az otthoni dolgokat, azokkal szemben lám milyen helyesen cselekedett ez a Márta, aki a háziasszonynak a teendőibe volt elfoglalva, és azt helyezte első helyre. Na aztán volt persze olyan, aki Máriának adott igazat, és az egyéni kegyes élet elsőbségét hangsúlyozta az evilági kötelességeink teljesítésével szemben. Sőt, azt mondja Vakó József, hogy hallott már olyan prédikációt is, ahol a prédikátor igyekezett kiemelni mind a két képviselőből, mind a két történetben szereplő személyből a helyes vonásokat, és abba fogalmazta meg az ige hirdetése fő mondani valóját, hogy a Márta szorgalmával és a Mária hitével előre evangélikus testvéreim. Mi hát az igazság? Kérdezte az akkor ige hallgató, tanító tőlem, a fiatal teológustól, akivel még nyugodtan lehetett elbeszélgetni arról, hogy hogyan is kell érteni az igét. Na hát nem volt igazán könnyű feladatom. Az előbb hallott értelmezési módok után megfogalmazni a magam látását erről a bibliai történetről, amiről hittem akkor, és hiszem a mai napig is, hogy végeredményben a helyes megközelítése ennek a nagyon tanulságos és nagyon megragadó történetnek. Végeredményben Jézus is összehasonlítja ezt a két szereplőjét a történetnek. Tudjuk, hogy mind a ketten nagyon közel voltak Jézus szívéhez. Azt olvassuk, hogy Jézus ezt a családot nagyon szerette. Három testvér alkotta a családot, Lázár volt közöttük a férfi, Márta és Mária a leánytestvérek, és nagyon szerette ezt a családot, és gyakran betért hozzájuk. Még az utolsó héten is, amikor Jeruzsálembe a támadások keresztüzébe állott, a nehéz napi harcok után éjszakára visszavonult a csendes Betániába, és ott ezeknél a testvéreknél talált otthonra, talált békére, talált szeretetre. Mondom, hogy szerette mind a kettőjüket. Hosszú történet örökítetett meg róluk János evangéliumának a 11. fejezetében, ahol Lázár haláláról, eltemetéséről, elgyászolásáról és feltámasztásáról szóló üzenetet olvashatjuk. És ott nagyon megragadó az, hogy mind a két nő testvérnek szinte ugyanazokat a szavakat mondja Jézus a gyászuknak az óráján. Mind a kettejüket szinte ugyanazokkal a szavakkal emlékezteti az ő küldetésére, aki a föltámadás és az élet, és aki ha benne, hisz annak örök élete van, mondja nékik, és mind a kettőjüket ebben a hitben erősíti. Ezért mondom előre, hogy Jézus nem könnyen sorolja egyiket előbbre, vagy egyiket hátrább, mert mind a kettő nagyon közel van a szívéhöz, és mind a kettőt szerette egyformán. De mondom, mégiscsak van valami összehasonlítási pont is a kettő között, mert Jézus is összehasonlítja
végső soron a kettőt. Amikor Mártáról szól, akkor azt mondja, hogy Márta, Márta, sok mindennel törődöl, sok mindenért aggódol és nyugtalankodol. Elismeri a szorgalmas munkáját, hűséggel ellátó háziasszonynak az értékes foglalatosságát. Ami kitöltötte a napját ennek a szorgalmas háziasszonynak, arra Jézus is azt mondja, hogy bizony ez sok minden. Nem telik üresen egy órája se, egy perce se. Még akkor is, amikor vendég érkezik, akkor se tud elszakadni a foglalatosságától, hanem akkor is fárad a konyhán, és vesződik a háztartásnak a dolgaival, és készít vendéglátást a kedves vendég számára. Sok minden. Mondom, ez az, amit Jézus Márta esetében elmond. Mária esetében azt a ugyancsak megmérő kifejezést használja, hogy kevés. Valójában csak egy. Tehát végeredményben, ha egymás mellé állítjuk, csak Jézus szavaiból is ezt a kétféle megállapítást, akkor ez nyilván Márta javára billenti a mérlegnek a nyelvét. Hiszen ő az, aki sok mindennel törődik, és akinek tele van mind a két keze fontos munkával. Máriánál csak egy dologról van szó. Kevésről és egyről. De még ezzel nem ért véget az összehasonlítás, mert éppen a Mária részére elmondott véleménybe kapcsolja bele Jézus a kevéshöz és az egyhez még azt, hogy ezt nem veszik el tőle soha. És ebből rögtön érezzük, hogy végeredményben Márta olyasmivel foglalja el magát, olyasmin aggódik, törődik, olyasmi tölti ki az életét, amit el lehet veszíteni. Valóban értjük mi azt, hogy emberek szorgalommal, gondoskodással, törődéssel tudnak maguknak sok mindent biztosítani, begyűjteni. Anyagiakat is, szellemieket is, lelkieket is. De erre áll az a fenyegető veszély, hogy elveszíthető. A sok is elveszíthető. Nagyon megrázó példáit láttuk annak, hogy milyen könnyen volt elvehető a nagy vagyon. Egyik napról a másikra lettek emberek gazdagból szegényekké, és elveszítették azt, amit egy élet alatt, vagy az egymást követő nemzedékek szorgalmas munkája révén összeraktak. Sok példája van annak, hogy a szellemi és a lelki javak is jutnak ilyen sorsra, akik komolyan vették az erkölcsi törvényeket, akiknek voltak lelki céljaik, és nem csupán anyagiakkal vagy munkával törődtek, hanem a lelkük táplálásával is. Jutnak olyan kritikus helyzetbe, amikor úgy érzik, hogy mindez hiába volt, és mindent elveszítenek. Nagyon megrázó volt a számomra, amikor nemrégiben valaki a családi gondjairól, problémáiról, a családban lévő sok-sok bajról beszélt, és a baj legyőzésének a kudarcairól, és azt mondja, hogy utoljára végül is
az a legnehezebb kérdés, hogy hát akkor miért is imádkozom én? Ha ennyi baj van a családban, ennyi csapás nehezedik a család tagjaira, és tehetetlenek vagyunk ezeknek a legyőzésére, akkor érdemes egyáltalán imádkozni. Hiszen annak sincs semmi látható eredménye. Az is teljesen hiába való. És megrázó az, amikor azt látjuk, hogy emberek nem csak a pénzüket veszítették el, vagy nem csak a vagyonukat veszítették el, hanem a lelki tőkéjüket veszítik el. Azt mondják, hogy pedig én milyen hűséges voltam Istenhöz, egyházhoz, valláshoz, milyen becsülettel megtettem a kötelességemet erkölcsi vagy lelki vonatkozásban is, most semmi hasznát nem látom. Vannak olyanok, akik ilyenkor oda is vetik azt, amit addig fontosnak tartottak. Sok mindennel törődöl és aggódol, mondom, ez nem csak anyagiakat érinthet, hanem érinthet szellemi, lelki természetű dolgokat is. De elveszíthető ez a sok minden. És akkor végül ott van a nagy csalódás. Hiába volt minden. Mert amire mindent föltettem, amire minden erőmet és minden időmet áldoztam, azt elveszítettem. Hiába imádkoztam, hiába hittem, hiába reménykedtem. Egy édesanyának a szavait jegyezték meg a gyermekei betegágyon, amikor ugyancsak megbecsült, tisztes, vallásos élet után az anya a szenvedésnek az ágyán azt mondja, látjátok, tudjátok, hogy én hogy éltem, milyen példát mutattam nektek. Most ugyanúgy elkaparnak, mint akárki mást. Miért volt az egész vallásos erőfeszítés? Azt mondják a gyerekek, visszaemlékezve az édesanyjának erre a kijelentésére, akkor nyílt meg a szemünk arra, hogy hát az édesanyánk is végeredményben, a legdöntőbb kérdésben milyen bizonytalansággal állott, mert nem volt hite az üdvözítő Jézus Krisztusban. Na, ebből nyilván folyik az, hogy amit Máriáról megtudunk, amire azt mondja maga is, maga Jézus is, hogy ez bizony nem sok, nem látványos dolog, ennek nem lehetne nagy portverő reklámot csinálni, ez csak kevés, valójában csak egy. De olyan valami, amit soha el nem veszíthet, amit soha el nem vehetnek tőle. És végeredményben itt állunk az összehasonlításban, a döntőponton azon, hogy Márta a maga szorgalmával, gondoskodásával, fáradhatatlanságával mindig csak adni akart Jézusnak. Szolgálni akart Jézusnak. És örömöt szerezni Jézusnak. Mária mindarról letett, hogy ő most Jézusnak vendéglátást csináljon, szép napot szerezzen, örömöt szerezzen, mindent félretett és teljesen tétlenné tudott lenni Jézus előtt, várva arra az egyetlen egyre, hogy most Jézus szóljon, most Jézus adjon, és Jézus szolgáljon. És itt vagyunk ezen a ponton, hogy végeredményben a beszélő Isten fiával, a megszólaló Jézus Krisztussal kapcsolatban az a legnagyobb, amit tehetünk, hogy akkor mi elhallgatunk, ölünkbe ejtjük a kezünket, és csak csüngünk az ő ajkán, az ő szaván, lessük az üzenetet az ajkáról, és vesszük az üzenetet az ajkáról. Akkor nem fontos, hogy közben szalad a konyha a sok tennivalóval, és odaég a rántás,
vagy jaj, mi lesz az ebédidővel, akkor csak az az egy fontos, hogy mit mond Jézus rólam, mit mond Jézus nekem, és mi az ő döntő ítélete a számomra. Ez a történet tanít bennünket arra, hogy mindnyájan, akikben megvan a Márta természet, a Márta szorgalom és a Márta igyekvés, tudjunk úrrá lenni ezen, ami ösztönös belső természetünkön. Tudjunk úrrá lenni azon a törekvésen, hogy produkáljunk, eredményt elérjünk, fölmutassunk valamit, még Isten előtt is, még Jézus előtt. Produkáljuk magunkat vallási téren, vagy gyülekezeti téren, produkáljuk magunkat lelkiekben, erkölcsi erőkben, vagy erkölcsi sikerekben. Egyszer oda kell jutni, hogy félretegyünk minden produkciót, minden magunk erőlködését, magunk eredményét is, és csak hallgassunk a beszélőre, a megszólaló Jézusra, és ígyuk az ő szavát, amin keresztül ő a legnagyobb dolgokat, és a szükséges, egyetlen, elengedhetetlen, szükséges dolgot viszi végbe az életünkön. Hiszen ez a szava, amit ő ott elmond, ez bűnöket törlő, csodálatos ige, kárhozattól szabadító, fölmentő szó, ez a szava üdvözítő ige. És végeredményben, ó, mennyire igaza van Jézusnak ezzel a pár szóval, a legdöntőbb egy pontján az életünknek az lesz, hogy lesz-e üdvösségünk? Van-e győzünk a halál fölött és a halálban? Van-e szabadítónk a bűneinktől, és van-e boldogítónk az örökké valóságban. Mária tudta azon a nagyon munkával teli napon, nagyon programdús napon. Mária tudta a ritka vendégnek, ritka ottlétének megszámlált perceiben is felejteni azt, amit ő tehet, és ráfeledkezni arra, amit a vendég hozott, amit a vendég mond, amit a vendég ad. És olyasmit hallott Jézus ajkáról, amit nem is lehet tőle soha elvenni. Olyan példáink is vannak az életből, hogy emberek, akik sokat veszítettek, elveszíthették az anyagi biztonságukat, elveszíthették a társadalmi megbecsültetéseiket, elveszíthették az erkölcsi vagy vallási tisztségeiket is, de nem veszítették el a Jézusba vetett reménységüket. És el is mondták, és meg is bizonyították, hogy amit elvehettek tőlük, lehet az emberi mérték szerint sok, az még minden kevés ahhoz képest, amit nem vehetnek el tőlük. És tudtak megpróbáltatások idején, szenvedések idején, tudtak bajban, és tudtak nagyon nehéz órákban hinni abba, hogy Isten szeret, hinni abba, hogy Jézus Krisztus üdvösséget szerzett a számomra, és hogy az ő drága vérében megvan bocsátva minden bűnöm, és az ő föltámadásáért van örök életem. Így értjük meg Máriának az oldalán azt, hogy a kevés, a valójában csak egy, mégis hogy lesz nagyon fontossá és döntővé az összehasonlításba, mert ezt soha senki tőle el nem veheti.
legyen nekünk is Jézustól ilyen elvehetetlen javunk. Ilyen a szívünkből kitörülhetetlen emlékünk, amit az ő evangéliumában, az ő szavában meghallottunk, személyesen a magunk számára elfogadtunk, és amit soha senki nem tehet többé, meg nem történté. Ami olyan drága jó tétemény, olyan drága kincs, hogy az kiállja a legsúlyosabb próbát is. Még az életből a halálba átlépés utolsó nagy erőpróbáját is. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Jézusunk, hogy te betérsz hozzánk, ahogy ezen a fontos úton, amikor Jeruzsálembe mentél a tanítványaiddal, betértél ehhez a kedves családhoz is. És az embervilág megváltása dolgában rád váró sok feladat között tudtál örömórákat szerezni ennek a két asszonynak látogatásoddal, tanításoddal, üzeneteddel. Tudjuk, hogy te így térsz be hozzánk is, újra és újra. Tudjuk, hogy ilyen látogatásodat jelentheti sok Isten tisztelet, Biblia óra vagy Biblia olvasás is. Ez a mai Isten tisztelet is. Őrizd meg bennünket attól, hogy most is tele legyen a kezünk, és tele legyen az agyunk, és tele legyen a szívünk olyasmivel, amit mi akarunk adni, akár csak neked is. És a bennünk lévő zajtól ne halljuk meg azt a legfontosabbat, amit pedig te szólsz hozzánk. A te szeretetedről, a te mindenre elégséges áldozatodról, a te bűnbocsánatodról. Szeretnénk Mária módján most csak rád figyelni, a te szabadon csüngeni, és a te üzenetedet boldogan a szívünkbe zárni, és bírni. Te segíts, hogy meg is őrizzük ezt a te üzenetedet mindenen keresztül, és valóban soha senki tőlünk el ne vehesse azt a hitet, hogy hozzád tartozunk, tiéd vagyunk, és te örök üdvösséget szereztél a számunkra.